Június 17-éig 57 ezer illegális határátlépő jött be Magyarországra, évvégére 100-120 ezer bevándorlóval lehet számolni. Ezért a kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy megvédi határait. Elrendeli a magyar-szerb határszakaszon a zöld határ átjárhatóságának megszüntetése érdekében körülbelül 175 kilométer hosszúságban 4 méter magasságú határőrizeti célú ideiglenes biztonsági zárnak, ideiglenes kerítésnek a létesítését, illetve ennek az előkészítését kérte a belügyminisztertől. Pintér Sándor belügyminiszternek a jövő hét szerdai kormányülésen kell részletes tájékoztatást adnia arról, hogyan valósul meg ez a határzár. A kormány utasította a nemzetgazdasági minisztert a szükséges források biztosítására. A tárcavezető elmondta, a magyar kormány betartja a menekültekre vonatkozó összes nemzetközi egyezményt, a politikai üldözötteket ezután is menekültként fogja kezelni. A magyar kormány tiszteletben tart minden véleményt a lépéseivel kapcsolatban, de a magyar kormány legfontosabb feladata, a mindenkori magyar kormány legfontosabb feladata, hogy garantálja az itt élő emberek biztonságát, és ebből beletartozik a magyar határ biztonságának a garantálása és őrzés védelme is. A kerítés költségeit firtató kérdésre a miniszter azt mondta, a kormány ülésen 20-25 milliárd forint hangzott el, de ezt többen túlzónak ítélték, a kerítés építés ütemtervét jövő szerdán tárgyalják meg.